American Maggie ismét a régi formájában van, üdvözlök mindenkit. Mondom ezt azért, mert ismét sikerült szegény kis Alice-nek mindenféle ocsmány, vérfagyasztó és brutális álmot megalkotnia. Nyilván most kötözködhetnénk, hogy egy 10 évvel ezelőtti pazarjáték időzőjeles remake-jével nem igazán nagy dicsőség ismét kivételeset alkotni, de a tesztből ki fog derülni, hogy itt ennél jóval többről van szó. Ha valaki nem ismerné az eredetit, akkor szerintem neki is elég annyit elmondani a koncepcióról, hogy az Alice csodaországban történetét egy veszedelmesen groteszk formában ötvözték egy akció platform videójátékkal, a la American Maggie. Ha az Alice Madness Returns-el kapcsolatosan néhány történelmi előzményre lennénk kíváncsiak, akkor két szempont szerint érdemes megvizsgálni a dolgot. Az Alice csodaországban története videójátékok között többször is felfeltűnedezett, de ezek nagy része valamilyen interaktív vagy szöveges kalandjáték volt. Talán az 1985-ös Commodore 64-es Alice in Wonderlandet és a jóval későbbi 2000-es Game Boy Color-os Walt Disney féle Alice csodaországban emelhetnénk ki, illetve a 2010-es Tim Burton film PC-s adaptációját sem szabad figyelmen kívül hagyni. A másik szempont pedig, amit említettem, az az alkotó American Maggie munkássága. 2000-ben sikerült megalkotni a csodálatos és teljesen megőrült eredeti Alice-t, majd a mester 4 évvel később jelentkezett egy harmadik személyű akció sci-fi kalandjátékkal, a Scraplanddel. Sajnos ezt követően 2 évente csak rosszabbnál rosszabb projektekkel tudott előrukkolni. A Bad Day elé egy totál elmebetegség volt, ahol egy fekete srác élte meg a legrosszabb napját Los Angelesben, míg a Grimm meséket kicsavaró, epizódikus megjelenésre épülő Grimm széria szintén botrányos volt. Alice újabb történetében az első rész után 10 évvel vesszük majd fel a fonalat. Az elmegyógyintézetből kikerülve, egy pszichiáter felügyelete alatt élünk a viktoriánuskori Londonban, egészen mostanáig tünetmentesen. Egy régi emlék azonban újra felkavarja a vad elménk évek óta csendes állóvizét, és újra előkerülnek a múltbéli szörnyűségek. Az eddig balesetnek hitt családi tragédiáról kiderül, hogy talán mégsem baleset volt. A tudatunk pedig a rémes hallucinációink révén már is összezuhan, és megpróbálunk biztonságra lelni a gyönyörű csodaországban. De ahogy a rémes képzelgéseinket, úgy csodaországot is a beteg tudatunk teremti meg, így ismét egy magából kifordult és erőszakos világban találjuk magunkat. Így most egyszerre lavírozunk majd képzelet és valóság között, számos új karakter társaságában. A Dilly Docking, a korosodó Nurse Fit lesz, vagy a gyerekkori dadusunk szerepeltetése mellett természetesen feltűnnek majd kedves régi ismerősök is, mint a cinikus macska vagy a gonosz kalapos. A Madness Returns játék menetében szinte teljesen megegyezik az elődjével, néhány újabb játékelemmel kibővítve. Egy keményvonalas platformjátékról beszélhetünk, ahol az ügyességi ugrálós részeket menetrend szerint különböző akció részek tarkítanak. Hogy még cifrább legyen a kaland, csodaországot megbolondították zsugorító italal, melynek hatását aktívan élvezhetjük bármikor a játék folyamán. Pontos eleme lesz ez az új Alice-nek, mivel ilyenkor egy shrink visionben látjuk a világot, és így megjelenek a különböző titkos üzenetek, vagy a láthatatlan platformok, esetleg a rejtett apró pici ajtócskák. Alkalmazásával számos addig elérhetetlennek itt emléket vagy jutalmat tudunk majd bezsákolni. A játékmenet minél változatosabb mi voltát pedig a különböző mini játékok beépítésével próbálták megteremteni, így az egyszerű kvízkérdéseken túl old school oldalra scrollozódós platform és shoot'em up játékok is erősítik majd a felhozatalt. Alice beteg pszichéje a legtorzabb rémségeket képes kitermelni, melyekkel a lehető legkeményebb módon próbál meg elbánni. A már jól ismert kártyakatonák mellett olyan pihent ellenlábasokkal is le kell majd számolnunk, mint a csavarszitakötők, vasból és szurokból felépülő babák, vagy a forró löttyel leköpő teáskannák. Az arzenál pedig 4 aktív fegyverből áll. A kés és a faló közelharci eszközök, ahol az előbbi gyorsaságáról, míg utóbbi erejéről nevezetes. Távolra pedig használhatjuk a borszórót, ami megint csak a gyorsaságával jeleskedik, a rakétavetőre emlékeztető lassabb, de erősebb táskannával szemben. Ezeken túl egy időzített muszi bombát használhatunk taktikus támadásra vagy a továbbjutás megteremtésére, és eszköztárunkban megtalálható még egy esernyő is, mely védelmi rendszerként funkcionál, mivel visszalőhetjük a felénk irányuló támadásokat. A harcokat pedig rendesen fel kell majd építenünk, mert egy komolyabb, vegyes ellenség felhozatalból összeállított támadó osztag simán ledarál, ha csak kaszabolunk.
Miután kiismertük az ellenfelek gyenge pontjait és támadásaikat, akkor már sokkal könnyedebben elbánunk majd velük. Fontos, hogy mindig dinamikusan és taktikusan küzdjünk, használjuk az ugrás és a kitérést, sőt még a zsugorodás is alkalmazható harci taktikai elemként. A különböző fegyverek támadásait pedig nyugodtan fűzzük össze egyfajta kombóként. Ha pedig mégis felülkerekedne rajtunk a túlerő, akkor az utolsó életerőnkből aktiválhatjuk a hisztéria módot. Ilyenkor egy vérszomjas el is szabadul el, még az atmoszféra is gyászosra vált, amellett, hogy sértetetlenek leszünk és sebzésünk is sokszorosára nő. Igazi mészárlást hajtatunk így végre. Számos tárgy gyűjtésére nyílik majd lehetőségünk a kalandjaink során. Ezek nagy része valamilyen elveszett emlékfoszlány, melyek a történet kibontásához nyújtanak egy kis segítséget, és a későbbiekben a menüben kigyűjtve áttanulmányozhatjuk őket. A felszedhető dolgok között akadnak humorosabb elemek is, mint a disznó orrok levadászása borszóróval jutalomkosarakért cserébe. A harcok után pedig nem tapasztalati pontot, hanem fogokat kapunk jutalmul, és ez azért fontos, mert a fegyverek fejlesztésére is nyílik lehetőségünk, a megszerzett fogak számától függően. Négy szinten keresztül erősíthetjük arzenálunkat, melyek közül a borszórót találtam a legfontosabb fejlesztési eszköznek, majd a kést és a lovacskát. Egyébként a különböző objektumokat is célszerű szétcsapni, mert a ládákból számos további plusz fogacskával gazdagodhatunk, de a titkos helyeken is növelhetjük a mennyiségüket. Hát nagyon sok jó dolgot tudnék kiemelni a játék kivitelezésével kapcsolatosan. Ott van rögtön a látványbeli megvalósításból fakadó hangulat. Eszméletlen, hogy milyen változatos világokat tudtak megteremteni, minden roppant mód egyedi és művészi. Azért jegyezzük meg, hogy legtöbbször brillírozik Alice az Unreal 3-as motorral, de azért néha találni majd kicsit puritánabb, vizuálisan visszamaradott helyszíneket is, szerencsére számuk elenyésző. Töltési idő szinte nulla, az irányítás könnyed és precíz, még a kamera kezelés is majdnem 100%-os, leszámítva mikor egy rögzített kamerával ellátott helységbe toppanunk, mivel akkor egy pillanatra kisebb fejetlenség tapasztalható, de ez is csak ritkán fordul elő. És ezek mellett arról se feledkezzünk el, hogy az extra menüpont alatt számos koncepciórajzot, szörnyleírás, de még egész eddigi történetét is áttekinthetjük. Persze azért meg kell említeni néhány, ha nem is hibáját, hanem talán inkább hiányosságát a játéknak. Zene amellett, hogy nagyon jól megteremti a csata hangulatot, sajnos egy-két óra alatt meg is unható, mivel csak egy-két taktusból áll. Sokat panaszkodunk manapság a játékok rövidségére is, és ezzel szemben Maggie és csapata talán most átesett a fűszeres ló túloldalára a 2-3 órás cseptereivel. A játékmenet pedig éppen a határon lavírozik. Talán kicsit sok a szétszór gyűjtögetni való, és az ezek megszerzésével járó olykor igen nehéz platform részek. Én még éppen el tudtam viselni, de nem kizárt, hogy másnak már sok lesz. Ezek mellett talán a kicsit minimalista, igaz stílusos átvezetők azok, amik szúrhatják néhány ember szemét, valamint a fülüket a sokszor érzelmektől mentes, de azért nyelvezetükben autentikus szinkronok. Számomra teljesen élvezhető volt az Alice Madness Returns. A platform és az akció részek éppen megfelelő aránya az egyéb játékelemek társaságában egy tökéletes elegyet alkotott. A hangulat és a látvány továbbra is lebilincselő, és a küzdelmek is képesek az újabb ellenfelek felvonultatásával megújulni. A relatív kevés fegyvert pedig kompenzálják a taktikus ütközetek. Nyilván akadtak kicsit laposabb szakaszok, és egyes chapterökkel is voltak húzva, de mindig megfelelő időben dobott be valami frisset, így iktatva ki a monotonságot. A látvány terén pedig gyakran elvarázsol a színessége és az ízléses álomvilága, ahol művészettel sikerült különlegeset alkotni, és nem volt szükség forradalmi technológiák kifejlesztésére. Alice szörnyűségei 10 évvel később is szórakoztatóak, és kellemes kikapcsolódást biztosítanak, remélhetőleg mindenki számára. Sziasztok!